Sziasztok, én Leki vagyok, és érkeztünk egy újabb Snapchat-es kérdez velelek videóhoz, milyen nagyon tetszett nektek az előző rész, úgy gondoltam, hogy csináljunk még egyet, és hát ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük el! Hello Leki, én azt szeretném kérdezni, hogy mi van Agüero-val? Agüero-val, igen, akik nézik a FIFA 16 indulása nulláról sorozatomat, azok kicsit ők se tudják, hogy mi van vele. Igazából mivel a nulladik részben sokan mondták azt, hogy az sem volt szabályos, hogy én FIFA pontot vettem, ami ugye a játékban engedett, és nyitottam 5 csomagot, és igazából egy nagyon jó játékos kaptam, ugye Agüerót, ezért, mivel ezzel sokan kiakadtak, ezért inkább én elküldtem a klubba, és igazából nem használom, nem adtam el, csak ott van. És hát igazából nincs vele most jelenleg semmi. Kéne választanod egy magyar foci csapatot, melyiket választanád? Egyiket se. Nem tudom, igazából a magyar focival mindig is úgy voltam, hogy soha nem érdekelt, soha nem néztem, soha nem támogattam egy csapatot sem, és ezért most nem is választok. Szia Laki, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy téged mennyire foglalkoztatnak a Marvel és esetleg még a DC filmek is. Válaszodat előre is köszönöm. Igazából DC filmeket egyáltalán nem nézek, valamiért a Batman meg Superman téma nem igazán foglalkoztat, viszont a Marvel filmeket nagyon szeretem, például a Vasember sorozat az egyik kedvencem, illetve a Bosszúállók is eléggé közel áll hozzám. De úgy maga ez a szuperhősös téma annyira azért nem az én stílusom, de azért ha jó a film, akkor megnézem. Ja, Laki, azt szeretném megkérdezni, hogy őszem vagy valamikor közönségtalálkozóra RT-ben. Na, előző Snapchat-es videóban is kérdezték ezt, és akkor ebből látszik, hogy igen, szeretnétek azt, hogy legyen Erdélyben valamiféle Erdély találkozó, valamiféle néző, lakista találkozó, és igazából jó, elkezdünk rajta gondolkodni, és szerintem majd valamikor a jövőben megpróbáljuk összehozni, mert azért sokan vannak ott a határon túl, akik néznek engem. Köszönöm szépen! Szia Laki! Neked van olyan snacked, amit akkor ezt, amikor unatkozol? Hú, igazából nagyon szeretek chipset enni, ez az egyik legkárosabb szenvedélyem. Tehát tulajdonképpen bármilyen fajta Lay's chips jöhet. De igazából különlegesebb snackem nem igazán van, talán még a pisztáciát, azt meg tudok érte őrülni. Meg a Robi. Szia Laki! 300 000 feliratkozóra milyen videók várhatók? Ja. Jó. Az a helyzet, hogy nagyon vészesen robunk a 300 000 feliratkozó felé, és én nem is tudom, melyik videóban ígértem, talán az előző Snapchat-esbe, vagy az előző sima kérdez felelekbe. Mindegy, azt hiszem, valamelyik kérdez felelek videóban ígértem meg azt, hogyha meg lesz a 300 000 feliratkozó, akkor felmászok a házunk tetejére, kinyitok egy sört és megiszom, és elővöltöm magam, hogy imádom a lakistáim, vagy lakistákat, vagy mit tudom én. És hát igazából az a baj, hogy erre nagyon sokan emlékeztek, főleg most, hogy elmondtam. De minden esetre ezt mindenképp meg fogjuk csinálni. Azon felül még vannak terveim, miket kéne, miket lehetne csinálni erre a jeles alkalomra. De egyelőre ez még a jövő zenéje, hiszen addig még kell pár ezer feliratkozó. Majd meglátjuk. Lehet összesen fog jönni bakker. Lehet megáll 299.999-nél. Szia Laki, az lenne a kérdésem, hogy mi a teljes neved? Szia! Fábián Miklós vagyok. Szia Laki, nekem az lenne a kérdésem, hogy mikor lesz szimulátor, és ha lesz, akkor milyen szimulátor lesz? Kiszúrtam amúgy lakistás póló van rajta, csak a tetejét láttam, de az a én pólómon az a Creepernek a fejhallgatójának a teteje. szimulátor videó. Az a helyzet, hogy nem igen van olyan szimulátor, amivel én szívesen játszanék, max. Egy, talán kettő videó erejéig. Például van az a I am bread, vagy mi az Isten, tehát egy toast kenyérrel kell mászkálnod, azt hiszem, és egy ilyen rage game féleség. Azzal szívesen játszanék, vagy esetleg, ha van nektek ötletetek, hogy milyen szimulátorral kéne játszanom, akkor hozzászólásba írjátok meg. Szia Laki, mikor lesz egy újabb feladatosdi? Miért nem mutatod az arcod? Ez nem járja. Amúgy a harmadik feladatosdi már elérte az első fázist, azaz a tervezést. Tulajdonképpen Facebookra már ki is írtam, hogy írjatok feladatokat, de még párszor ki fogom írni, hiszen ugye, amint a feladatosdi második részénél is volt, nem egy poszt alatt gyűjtöttem össze a feladatokat, tehát még lesz lehetőség írni vicces, ötletes, jó feladatokat.
nézzétek a Facebookot. Viszont az, hogy mikor lesz az nagyon a jövő zenéje, arra egyelőre még nem szeretnék válaszolni, majd valamikor. Ez pontos volt. Szia, Laki. Te a focit régen versenyszerűen, vagy csak hobbi szinten nyomtad? A focit? Az a baj, hogy kicsit így belaggolt, vagy nem igazán tudom, mi történt. Minden esetre én jó pár évig versenyszerűen fociztam, tehát klubcsapatoknál játszottam, és igazából nagyon szerettem, most is nagyon szeretem, de már csak így hobbi szinten járunk el focizni így a haverokkal néha-néha. Szevasz, Laki! Lesz majd videó Rocket League-ről? Mert azt nagyon sokan szeretnék már szerintem. Amúgy te vagy a legjobb videós. Csak így tovább. Az a helyzet, hogy már felvettem egy Rocket League videót, viszont az kukába dobtam, mert nem tetszett. Igazából nem érte el azt a szintet, amire én azt mondom, jó, akkor töltsük fel. Mit csinál? De valamikor a közeljövőben biztos fogok még róla videót csinálni, mert nagyon szeretem azt a játékot, igazi ilyen kikapcsolódós játék. És igen, szumma szumára, hogy szeretnék róla videót, de nem tudom, hogy még mikor jön össze, igyekszem. Hát igazából ez a Snapchat-es kérdezfelek eléggé rövid videó lett, mert elég kevés kérdés küldtetek most. Jó, tehát köszönöm szépen a figyelmet, én Laki voltam. Sziasztok!